Jó estét kívánok, kedves nézőink, a Makói Városi Televízió 18 órai szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink. A legnagyobb színészekkel játszhatott Lukács Sándor. Adózási változásokról szóló fórumot szervezett Makón a Kereskedelmi Kamara. Újabb bölcsöde épül Makón. A legnagyobb színművészekkel játszhatott együtt Lukács Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. A Páger Antal színészdíja kitüntetett, 52 éve tagja a Víg Színháznak, és még mindig nagy alázattal és felkészültséggel áll a közönség elé. A 23. Páger Antal színészdíjas a makkói átadó ünnepséget követően örömmel mesélt és elevenítette fel életének meghatározó pillanatait. A miskolci származású Lukács Sándor a gimnáziumi éveiben sokat szavalt, és irodalmi színpadnak, színjátszóköröknek volt a tagja. Édesapja volt az, aki a munka után minden nap verset és klasszikusokat olvasott fel neki, így igen korán megszerette az irodalmat. Ady Endre, Gog és Magog fia vagyok én. Hiába döngetek kaput, falat, mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar dalrival. Nem vezetett olyan könnyű út a Színház és Filmművészeti Főiskolára, mivel negyedik próbálkozásra vették fel. A színművészeti előtti éveket a Nemzeti Stúdiójában töltötte segédszínészként, azonban ez az időszak igen meghatározó volt számára. És akkor a nemzeti fénykorát élte, hisz Sinkovics Imre, Kálmán György, Váradi Hédi, Máté Erzsi, és most csak hasonra ütve hirtelen eszembe jutottak ezek a nevek, Kálmán György, ki ne hagyjam. És akkor oda, mint kis, és rendesen voltak színészmesterségórák, énekórák, mozgásórák, tehát ugyanúgy, mint a főiskolán. És tulajdonképpen most így vén fejjel, ha visszagondolok, a főiskola előtti 3 évben a Nemzeti Színház stúdiójában és a Nemzeti Színház akkori előadásaiban részt véve, jó magyarsággal, többet tanultam, mint a főiskola 4 éve alatt. Úgyhogy nekem az igazi tanulmány az volt, mielőtt fölvettek. 1968-ban Simon Zsuzsa osztályában nyert felvételt, majd a főiskolai gyakorlatát a Víg Színházban töltötte. 1972-ben a diploma megszerzése után Várkonyi Zoltán szerződtette a Víghez, így tagja lett annak a legendás színházi társulatnak, amelyet többek között Benkő Gyula, Bilicsi Tivadar, Bulla Elma, Darvas Iván, Latinovit Zoltán, Páger Antal, Rutkai Éva, Somogyvári Rudolf, Sulyok Mária, Tomanek Nándor és Tordi Géza neve fémjelez. A Páger Antal színészdíjas az átadó ünnepség után örömmel mesélt és elevenítette fel a makkói színészorjáshoz kötődő emlékeit és véleményét. Hangsúlyozta, a mindenkori legjobb 3 magyar színészek között van véleményem szerint Téni bácsi. Neményes ember volt, most azt tegyük félre, hogy egy zseniális színész, de emellett, mint a hétköznapi embersége is egészen varázslatos volt, és hatalmába kerítette az embert. Az apró kis sztoriknak az elmesélése, vevőkészüléke is volt, nem csak leadókészüléke, ami nagyon nagy dolog, pláne egy ilyen nagy sztárszínésznél, mint amilyen ő volt. Úgyhogy nyugodtan az ember bármilyen gondja volt, akár szakmai, akár magánéleti, nyugodtan lehetett hozzáfordulni, mert meghallgatott, és érezted, hogy őszintén hallgat, és őszintén akar segíteni. Örömmel jegyezte meg, hogy a Víg Színháztól kapott aranypecsét gyűrűjét még élőben is láthatta Páger Antalon. A rangos név sort látva számára ez a díj nagy megtiszteltetés. A színjátszást tekintve elmondta, hogy mindig törekszik arra, hogy ami szerepet kap, azt a legjobban magáénak érezze. Először a szöveget sajátítja el, hogy az már a próbák alkalmával úgy hangozzon el, mintha azok saját gondolatai lennének.
Immáron 52 éve töretlenül a Víg Színház művésze, aki máig alázattal, maximális profizmussal lép színpadra. A teljes beszélgetés csütörtöki társalgó című színes kulturális magazinunkban tekinthetik meg. A legfontosabb évközi adóváltozásokról és a 2024-es adócsomagról tájékozódhattak a vállalkozások a Grand Hotel Gloriusban tartott előadáson. Ennek alkalmával a NAV Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának ügyfélszolgálati osztályvezetője kérésünkre néhány magánszemélyeket érintő fontos változásra is felhívta a figyelmet. Szentes után második alkalommal Makóra érkezett meg a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara adózási tájékoztató fórum sorozata, amelynek témája a vállalkozásokat érintő legfontosabb idei adózási változások voltak. Az előadásra sok térségi és helyi szakember jelentkezett, a kamara helyi elnöke szerint ez is bizonyítja, hogy szükség van ilyen rendezvényekre. A kamara az nem egy büntetés, vagy egy adó nem, hanem azért vagyunk, hogy segítsük a vállalkozókat több szempontból, itt most éppen az adózás szempontjából. És én fontosnak tartom azt, hogy ezt kis térségi szinten is a kamara képes volt megszervezni, nem kell a Szegedre utazni, hanem itt helyben, és a rengeteg kérdés merül fel, specifikus kérdések, és akkor itt a helyiek is ezt meg tudják tenni. Olyan kérdések kapnak válaszokat, amit egyébként csak egy hosszú levelezéssel vagy hosszú telefonos egyeztetés során kapnak esetleg meg. És én szerintem azért is vannak ennyien, mert ez itt most helyben egy nagyon jó lehetőség. És bízok abban, hogy figyelni fogják a hírleveleinket, és a közeljövőben hasonló jellegű oktatásokat, tájékoztatásokat tudunk még nyújtani a makóiaknak. Mint megtudtuk, a vállalkozásokat érintő adózási változások mellett több magánszemélyeket érintő változás is életbe lépett 2024-ben, ilyen például, hogy módosult a gépjárműadó szabályozása. A korábbi két részletben történő megfizetés helyett már egy részletben kell lesz rendezni, minden év április 15-éig. Az adóhatóságnak eddig is az volt a tapasztalata, hogy a magánszemélyek jellemzően egy összegben márciusban fizették meg az egész éves gépjárműadót, erre reagáltunk azzal, hogy egy összegű befizetési kötelezettség került előírásra a jogszabályba. Nagyon fontos, hogy akinek gondot okoz az egy összegű megfizetés, kérhet 5 hónap pótlékmentes részletfizetést, ennek a kérelemnek a benyújtás határideje június 30-a. Híres Pestuka Gabriella a munkaviszonyok megszűnésével kapcsolatosan televíziónkkal megosztotta azt is, hogy a foglalkoztatási igazolás kiadása is módosult. A jogszabályváltozása alapján ugyanis mostantól már nem 6, hanem csak 1 igazolást kell kiállítani, amely minden szükséges adatot tartalmaz. Sikeresen pályázott bölcsöde létrehozására makkói görög katolikus parókia. Az építkezési munkálatok tavaly októberben kezdődtek meg, és nyár végére, őszre befejeződhetnek. A tapasztalatok alapján úgy számolnak, szinte biztosan teltházzal fog üzemelni az új intézmény. Hosszú ideje próbált funkciót találni a makói görög katolikus templom melletti területnek az egyházközség. 2 évvel ezelőtt adódott a lehetőség, hogy bölcsöde építésére pályázzanak, mondta el televíziónknak Bíró István parókus. Makó új intézménye mintegy 360 millió forint forrásból valósul meg. Itt a templommal szemben vagyunk, a ovival, az önkormányzati óvodával szemben. Úgy gondoltuk, hogy egy jó funkciót látna el a városban, hogyha itt egy bölcsődét létrehoznánk, amihez támogatást kaptunk minden szintről. Így indult meg a beruházás. A hosszú előkészületeket követően most októberrel, ha jól emlékszem, októberrel adtuk át a területet az építési vállalkozónak, a generál kivitelezőnek, és kezdte meg ezt az épületet, amiben jelenleg vagyunk. Ha a Jóisten is úgy akarja, akkor ezt 24-ben szeretnénk átadni. A kivitelező azt vállalta, hogy valamikor a késő nyári időre, őszi időre elkészül a beruházással, elkezdődik majd az engedélyezési folyamat is. Aztán, hogyha tényleg minden így alakul, akkor remélhetőleg az idén már gyereket tudunk fogadni az épületben. A bölcsöde több mint 300 négyzetméteres alapterületen várhatóan 24 férőhellyel fog rendelkezni. Erre a felmérések alapján nagy szükség is van a városban. Kellett egyfajta hatástanulmányt végezni
pályázathoz is, hogy hogyan áll a város a bölcsődei helyeket illetően. Igen, a számok ezt mutatták, hogy valóban egyfajta növekedés van a gyerekszámban, illetve a jelenlegi bölcsődei létszám mindenhol kevésnek bizonyul, hiszen a bölcsődék várólistásak, tehát már szinte a gyerek születésekor be kell iratni a bölcsődébe a gyereket, hogyha 2 évesen szeretné majd a szülő, hogy legyen helye. Az intézmény mellett a pályázat keretében kialakítanak 4 új parkolóhelyet is. Ezzel kapcsolatosan a parókus kiemelte, nem lesz zárt, akár a szülők, akár a templomba járók is használhatják majd. Teljes kihasználtsággal működik a makkói Dúókor jégcsarnok, ahol a jégkorongoktatás mellett a jégkorcsolyázás alapjait is elsajátíthatják a sport iránt érdeklődők. A tapasztalt játékosok bajnokságban is szerepelnek, és szép eredményeket érnek el. A téli időszak egyik kiemelt sportága a jégkorong, melynek Makón is nagy népszerűsége van. Amint beköszönt a hidegebb időjárás, kialakítják a jeges felületet, és csúszhatnak is a gyerekek. Ezzel egy időben pedig kezdetét veszi a munka is, hiszen fel kell készülni a bajnoki szezonra. Elindult a 23-24-es szezonunk. U10-es bajnokságban neveztünk, U14-esbe és U18-asba indítottuk a gyerekeket. Az U8-asokat felneveztük az U10-es bajnokságba, és a 12-eseket is a 14-be. Minden korcsoportban elindultak ezek a bajnokságok. Az U18-asoknál most lett vége a keleti csoportnak a bajnokságának, és most kezdődik majd az alsóház és a felsőházban a bajnokság. A tapasztaltabbaknak már komoly edzéseik vannak, ahol a korcsolya technikák mellett már a korongvezetés és az ütés sem okoz nagy problémát. Horváth Álmos elárulta, miért választotta ezt a sportágat. Mert mindig is izgatott a korcsolyázás és a csapatjáték. Milyen volt megtanulni jégkorongot? Hát igazából jó volt, és így korcsolyázni is jól tudok, meg a csapatjáték ugye mindig izgatott. Azoknak sem kell aggódniuk, akik még sosem húztak a lábukra jégkorcsolyát, hiszen a kezdő csúszásokat is elsajátíthatják a gyerekek. Megtanítjuk őket korcsolyázni, és akik már ügyesebbek, azoknak megtanítjuk az ilyen profibb dolgokat, tehát koszorúzás, hátrafelemenet, hasonló. Hogyan szoktátok kezdeni az oktatást, az instrukciót? Hát ugye mindenkinek először az egyszerű korcsolyázást szoktuk megtanítani. Hát ez többé-kevésbé egy nehéz folyamat, ugye? Mindenkinél más, viszont legtöbben nagyon ügyesek és gyorsan tanulnak, szóval nem szokott gondolni soha. A marosi pengék tevékenységéről egy hosszabb összeállítást is láthatnak híradónkat követően Sportélet című magazinunkban. Továbbá visszatekintünk a 8. Zsivodán teremlabdarúgó torna döntő mérkőzéseire, valamint Vörös Marci beszámol a 2023-as verseny szezonjáról és az idei terveiről. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. A legnagyobb színészekkel játszhatott Lukács Sándor. Adózási változásokról szóló fórumot szervezett Makón a Kereskedelmi Kamara. Újabb bölcsöde épül Makón. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Kedves nézőink, ez volt a január 31-i szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!